Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Közeleg a tél, ilyenkor nem meglepő, hogyha megfagy a víz, annál kellemetlenebb viszont, hogyha a vízvezetékben történik. A kerti csapokat, a vízóraaknákat és a hétvégi házakat sem árt felkészíteni a hideg évszakra, hogy senkit se érjen drága meglepetés. Bár ugyan még nincsenek fagyok, kemény fagyok, de fel kell már most készítenünk a kerti csapjainkat az esetleges fagyokra? Igen, fel kell készíteni, mert bármikor bejöhet a hidegidő, és nem csak a kerti csapokat, a vízmérőket is meg kell óvni, és az olyan helyeket, ahol nem lakunk, vidéki ház, építési telek, de van vízbekötés és van vízmérő. Ezekre mindre figyelni kell. Mit kell tennünk, miként kell ezeket megelőzni? Jó a sorrend, ahogy elmondtuk. A kerti csap az, ami a legérzékeny és leghamarabb elfagy. Azt vízteleníteni kell. Ez azt jelenti, különböző megoldások vannak. Vannak olyan megoldások, hogy van egy fagytalanító csap a kerti csap alján, és azt egy kezelőszárral el lehet olyan állapotba fordítani, hogy leereszti a vizet a függőleges szárból, meg ami a földből kilóg, és ha nincs víz benne, akkor nem tud elfagyni. Azonban ezek a fagytalanító csapok nagyon-nagyon érzékenyek, hogy pontosan legyenek elzárva, és a tapasztalataik alapján nagyon sokszor úgy fordítják el, hogy nyitva marad valamilyen mértékben, és megy el a víz heteken, hónapokon keresztül a talajba. És azt méri a bekötési mérő, tehát a kerti csap az egy nagyon érzékeny dolog. Azzal kell kezdeni, a kerti csapot vízteleníteni kell, nehogy elfagyjon. Van olyan vízteleníti, hogy az aknába vízteleníti vissza, azok a jó megoldások, meg még egyebek is, de különösen ott, ahol a talajban van ez a fagytalanító csapot, nagyon figyeljenek. Mondhatom a következőt? A következőnél a vízmérő. Az, ami elfagyhat. Télen elfagy. Víz van benne, elfagy. Azokról a vízmérőkről beszélünk, amelyek nem a lakásokban vannak, hanem kint, szabadban, egy aknában. Jellemzően aknában, de lehet ez alaksorba, pincébe. Azok védettebbek, de ha nyitva van ott is mondjuk az ajtó, ott is el tud fagyni. Voltak ilyen tapasztalataink. Tehát az aknában lévő vízmérőre figyelni kell. Hogy kell figyelni? Meg kell nézni elsősorban, hogy jól zár-e az aknafedlap. Az a legjellemzőbb ok, hogy nincs jól a helyére téve, és elegendő egy kis kavics, hogy alatta van, hogy legyen egy centis rész, fél centis rész, három centis rész, és oda a hidegbe megy, és megtelik azok, és hogyha nagyon nagy hideg van, mínusz 15 fok, mínusz 20 fok, akkor el tud fagyni egyetlen éjszaka alatt a vízmérő. Tehát a legfontosabb dolog, hogy az aknafedlap jól zárjon. Nagyon jól tesszük, hogyha az aknafedlapra ráteszünk valami hőszigetelő anyagot. Lehet ez nikecel, hungarocel, mikor hogy hívjuk, lehet szalmabála, deszka, mindegy, hogy micsoda, de valami olyasmi, ami a fedlapnak a hőszigetelő képességét megnöveli. Jó megoldást adhat az is, hogyha az aknafedlapot, amikor leettem, kitisztítottam azt a kávát, ahova beleilleszkedik az aknafedlap, és oda akár két rétegbe fóliát teszek, de úgy, hogy visszamenjen a fedlap a helyére, az pont azt a részt tudja jól lezárni, ahol a hideg be tud jutni. Mi nem javasoljuk azt, hogy becsomagolják a vízmérőket. Ez több gondot okozhat, mint amennyi hasznot hoz, hogyha víz jut be, hogyha párás az akna átadik, és annak a hőátadó képessége a nedves ronynak sokkal jobb, mint a levegőnek a hőátadót, a hidegátadó képessége. Itt most arról van szó. Tehát magyarul nézzük meg az aknát, az aknafedlapot, hozzuk olyan állapotban, hogy jól zárjon, és hogyha úgy gondoljuk, hogy az aknafedlap nem teljesen megfelelő, vékony, nem tudom, akkor még valami plusz szigetelésről gondoskodjunk. Akkor ezek voltak a vízmérők. Harmadik kategória azok a telkek, ahol nem lakunk, de van vízbekötés és vízmérő. Ezek azért nagyon érdekesek, mert nem figyelünk, nem veszük észre, hogy elfagyott. A házban a vízmérő, ha elfagy, észreveszünk, mert nincs víz. Onnan veszük észre, hogy elfagyott, nincs víz.
telekre nem járunk ki mindig. Lehet, hogy havonta járunk ki. És lehet, hogy volt egy periódus, amikor elfagyott, aztán jött egy melegebb periódus, és ömlik a víz. Ez nagyon lényeges, mert hogyha huzamosan ömlik, akkor nagyon sok vizet kell kifizetnünk, mert azt is ki kell fizetni. Ha vízmérőt cserélünk, akár most a családi háznál, ahol lakunk, akár a nyaralótelken, azt a cserét a felhasználónak kell megtérítenie. Egy ilyen vízmérő csere most pillanatnyilag az üzletszabályzatunk szerint átmérőtől, típustól függően ilyen 17-24 ezer forint között van. De nem csak a cseréről van szó, hanem az elfolyt vízről is. Hogyha elfolyik a víz, azt is meg kell fizetni. Hogy? Meg kell nézni, hogy mennyi víz folyhatott el. Nem a mérő nem tud mérni, hogyha már elfogyott, mert az üvegje szokott kifagyni általában neki, kireped, és ott ömlik a víz. Tehát nem tud mérni, hanem a mérőnek a térfogatárama alapján. És másfél köbmétertől, 2,5 köbméterig tud egy 13-as félcolos mérő átengedni vizet. Ekkora térfogatáram egy óra alatt. Másfél, kettő és fél. Hát akkor ki lehet számítani, hogy mennyi víz, és be lehet szorozni azzal a vízdíjjal, most nem a teljes a víz és csatorna díja, csak a vízdíja, mert ha nem jut a csatornába, akkor azt azért nem kell nyilván megfizetni, de iszonyú pénzek tudnak kijönni. És a jogszabály azt mondja, hogy a vízmérőnek a megóvása, olyan állapotban tartása, hogy ne fagyjon el, az a felhasználó felelősségi körében van, ami teljesen érthető, mert a víz mi azt nem tudja megtenni, minden telekre bemenjen, megnézze, javítsa ki az akrafedlapot, helyezze jó helyre. Tehát ez sajnos így van, figyelni kell, és ha figyelnek rá, akkor nem lesz gond. Visszatérve a nyaralókhoz, meg az építési telkekhez, ott különös gonddal kell ugyanazokat megtenni, amit elmondtam a családi háznál, hogy a vízmérő aknát úgy kell szigetelni. Azt a csapot, amit az építés miatt fölhoztam a telekre, és onnan vettem a vizet betonkeveréshez, azt vízteleníteni kell. És lehet, hogy gyakrabban meg kell nézni, hogy mi újság van egy ilyen telken, különösen, hogyha nem zárt. Tovább haladva, a vízmérőről beszéltünk, de a nyaralóban van egy belső hálózat. És hogyha az a nyaraló olyan, hogy át tud fagyni, nincs semmiféle fűtés, nem temperálok semmit, akkor ott az egész belső rendszer szétfagyhat a boilerral. Ez már totál a felhasználónak a felelősségi körre. Semmi köze a vízműnek, csak így elmondom, hogy sajnos vannak ilyenek, hogy a belső rendszer is szétfogyott, azt is vízteleníteni kell. Ha nem megy a tulajnak, akkor kell szakembert hívni hozzá. Ez egy belső kérdés, és azt azzal a szakemberrel meg tudja oldani, hogy még a boilert is levíztelenítse. Hát úgy nagyjából én azt hiszem, végigmentünk mindenen. Hogyha valaki hazaér és azt tapasztalja, hogy teljesen szétfagyott a kerti csapja, mit kell csinálni, mi a teendő? Hát mindenek előtt, hogyha tudja, valamilyen módon zárja el, hogy ne folyjon tovább a víz, utána pedig ez a kerti csap a vízmérőt követően van beépítve. A vízmérő utáni elzáró szerelvénynek a ház felőli vége az a szolgáltatási pont. Onnan befelé teljes mértékben a felhasználónak a feladata gondoskodni mindenféle javításról, kifelé pedig nekem. Ugye a vízmérő az kifelé van ettől az elzáró szerelvénytől, és azt mondom, hogy az én felelősségem, de a megóvása, amikor mondtam, hogy a fagytól való megóvása, az a felhasználóé. Tehát a szolgáltatási ponttól befelé mindent a felhasználónak kell megoldani, kifelé pedig nekünk kell. Ha kifele van probléma és elfogyott, nekünk kell szólni. Megvannak azok az elérhetőségek honlapon, mindenféle helyen, és mindenhol, minden üzemérnökségünkön folyamatosan van valamilyen diszpécser szolgálat, el lehet érni, és lehet szólni, hogy menjünk ki. Ha bent van, akkor pedig zárja el és hívjon szakembert, már bent a telken belül, házban akár. Hársfa, bodza, fűzfa, kéreg. Szervezetünk védelmében a vitaminbomba lehet a megoldás. Hamarosan itt van újra az influenza szezon, viszont gyógyszerek nélkül is egészségesek maradhatunk.
Torokfájás, köhögés, láz, mielőtt gyógyszerekhez nyúlnánk a gyógyulás érdekében, érdemes a gyógynövények listáját fellapozni. Könnyen segíthet ugyanis rajtunk egy-egy egyszerű, régóta jól bevált készítmény is, amivel ráadásul nem károsítjuk a szervezetünket. De a szakember szerint a legjobb az, ha már bőven az influenza időszak előtt felkészítjük az immunrendszerünket, hogy könnyedén ellenálljon a baktériumoknak és a vírusoknak. Mindenféleképpen gondoskodni kell arról, hogy bírjuk az előttünk álló időszakot, és ezekre nagyon alkalmasak a gyógynövények, tehát a megelőzésre teljes mértékben alkalmasak a gyógynövények, ilyenkor azért a vitaminbevitelre is gondolni kell. Remélem nem mondok újat azzal, hogy a D-vitamin most nagyon nagy jelentőségű, nagyon fontos. Nem csak a csontképzésnél, és nem csak azért, mert most nem süt a nap és esetleg a csontritkulás, hanem azért is, mert az immunrendszernek egy fő bástyája, tehát D-vitaminra is gondoljunk. Nagyon sok jó gyógyteát tudunk biztosítani az embereknek, akkor is, ha már baj van. Ha nincs baj, én mindig azt szeretem, hogy akkor gondolunk rá, hogy ne is legyen, de ha baj van, akkor is. Itt van nekünk a jó öreg hársfa, ugye, ami nagyon jól tud működni, hogyha nátha, megvázás van, de ugyanúgy a bodza. Ez is egy szintén jó dolog, de ha már lázas állapot van, akkor a fűszfakérget is segítségül hívhatjuk. Az étkezés nagyon fontos, tehát amikor egy lázas beteg állapot van, vagy gyereknél, vagy idősnél, vagy ha felnőtt korú is, ne próbáljuk agyon etetni. Tehát ne telítsük túl zsíros ételekkel, tehát egy nagyon könnyű, laza, zöldséges ételeket biztosítsunk. Vannak nagyon jó gabonapelyhek, ami ilyenkor jól működik, esetleg növényi tejjel, olyan liofilizált gyümölcsök, amelyek tökéletesen megtartják a beltartalmi értéküket. Na most, ha már betegség van, és gyógynövényekről beszélünk, itt is nagyon jó kiegészítések vannak, azért, mert nem mindegy, hogy milyen mélységbe megy valaki bele ebbe a betegségbe. Tehát, hogyha az echinácia, vagyis a kasvirág kivonatát, vagy a grapefruit mag kivonatát használjuk egy kis C-vitaminnal megerősítve, akkor a szövődményektől próbáljuk meg megóvni a betegeket, hogy könnyebben és gyorsabban épüljenek fel. És ha már visszakanyarodtunk kicsit a vitaminhoz, gyerekeknél, felnőtteknél a mennyiségre hogyan kell figyelni? Hát ugye többféle nomenklatúra létezik, ezért elég nagy a zavar, hogy most az RDA mennyisége az élethez minimálisan szükséges mennyiség, vagy az élethez optimálisan szükséges mennyiség, melyik a jó. Ilyenkor én azt gondolom, amikor betegség van, mindenféleképpen nagyobb dózisban kell adni, azért, hogy segítsük az immunrendszert. Nem kell olyan túl hosszú ideig, az alatt az idő alatt, amíg lezajlik a betegség, az alatt az idő alatt egy kicsit nagyobb dózisú C-vitamint, egy picit nagyobb dózisú D-vitamint mindenféleképpen érdemes bevinni. Emellett a C-vitamin és a beta-karotin bevitele is segíthet rajtunk, s míg a felnőtteknél egy napi beviteli értékkel számolhatunk, addig a gyermekeknél ez minden korban más. A vitamin esetén csecsemőkortól a serdülőkorig 300-1000 mikrogram között változik ez a mennyiség, de sokszorosára nő meg a vitamin szükséglet a B-vitamin, vagyis a folsav, és a K-vitamin esetén is az évek múlásával. Ételeinket virágokkal is feldobhatjuk, kevesen tudják, de rengeteg szirom ehető, és ezeket könnyedén begyűjthetjük akár az udvarról vagy a rétekről is. A virágokban nem csak gyönyörködni lehet, nagyon sokat meg is lehet enni. Egyre több háziasszony használja a színes szirmokat, amik nem csak vizuálisan tuningolják az ételeket. Viszont, hogyha virágokat szeretnénk enni, vannak bizonyos szabályok, amiket mindenképpen be kell, hogy tartsunk. És hogy mik ezek, az Berecújvári Georgina természetgyógyász tanulótól kérdezem. Mik azok a legfőbb szempontok, amiket mindenképpen be kell tartsunk, hogyha szeretnénk virágokat enni? Elsősorban tudnunk kell, hogy melyik ehető és melyik nem. Nyilván itt utána lehet nézni az interneten, könyvekből, fórumokból meg lehet nézni. És hogyha körülnézünk a kis kertecskénkben, akkor érdemes őket ténylegesen megnézni, hogy ez az, amire gondolok, vagy nem. Nagyon sok bogyónál esik általában félreértés, nem virágoknál. Amire még figyelnünk kell, hogy honnan szerezzük őket be. Általában csak az a biztos forrás, amit mi termesztünk, kivéve, hogyha nagyon forgalmas út mellett lakunk. Bármilyen vegyi szer, peticidek, rovarírtószerek és a többi, ők nyilván nem tesznek jó hatást az emberi szervezetre, és a virág a szirmukon, levelükön keresztül ezt mind beszívja. Szóval a forrás az egyik legfontosabb, és az, hogy tudjuk, hogy mit viszek be a szervezetembe. Melyek azok a virágok, amiket megehetünk? Hát, hogyha balra tekintünk,
Akkor itt láthatunk például árvácskát, amiről nem sokan gondolják, hogy meg lehet enni, ám bár jó pár gurmé odarakja a tányérra. Ők nagyon finom kis mentolos ízt kölcsönöznek salátáknak, cukrászok előszeretettel használják mind díszítésnek, mind magát a cukormázat megszínesíteni, megmentolosítani egy picit. Egy nagyon finom kis csavart ad nekik. Viszont nem érheti nagyon hőkezelés, már maga azért, mert a textúrája megváltozik, és nem igazán lesz tőle ízletes. Aztán itt van a rózsa, amelyet, hát igazából az ő felhasználása egy időshez emberrel. A rómaiak úgy tartották, hogy az afrodiziákum és az örök életnek a titka benne van. Ezért ugye előszeretettel használják magát az olaját is, szirmát is teákban. Ugyanúgy nyilván meg is lehet enni, csak így egymagában, bár ezt ritkábban szokták használni. Krizantén, őt is meg lehet enni, viszont csak a szirmait. Ő egy igencsak csípős, kicsit kesernyi és ízt ad az ételeknek. Aztán vannak a gyógynövények, amelyeket néven tisztában van vele az ember, hogy meg lehet enni, mint például a levendula. Belőle szoktak szörpöt csinálni, cukor közé, hogyha belerakjuk, akkor nagyon finom kis levendula ízt ad az egész cukornak. Nagyon jó görcsoldó, nyugtató hatással rendelkezik, mint teában, mint bármely ételben, süteményekben, nagyon-nagyon jól párosul a citrommal. Aztán például a kakukkfű, ami immunerősítő hatása van, köhögés csillapító, pont most jön a szezonja, amikor nagyon-nagyon jó használni teákban. Az olaja is nagyon finom, a méze is nagyon finom, és igazából az egyik legkedveltebb fűszernövény. Lehet ezeket a szirmokat, virágokat tartósítani? Lehet, mindegyiknek külön megvan, hogy hogyan kell használni. Hogyha valamelyiknek ilyen kis finomabb szirma van, akkor ezeket szépen alaposan meg kell mosni, sajnos időt kell rászánni, hogyha nincsen rendesen lefertőtlenítve, azaz vízzel nincs megmosva, akkor nem fognak ugyebár elállni. Őket, hogyha egy finom kis papírtöllőre ráhelyezzük, úgyhogy már nem nedvesek, bezárjuk őket egy dobozba, több hónapig elállnak, vagy például a kakukkfűből és a levendulából ugyanúgy a szörp, a méz, cukorral, olajjal és a többi lehet őket tartósítani. Bazsalikomot, minden kis hagymát, azt nagyon jól eláll olajban és sóban is. Nagyon szépen köszönöm. Érdemes tehát virágokat fogyasztani, hiszen amellett, hogy szépek, finomak, még egészségesek is. Akár már a jövő nyári tökéletes alakról álmodozunk, akár a nagy karácsonyi evészetek előtt szeretnénk elővigyázatosságból ledobni néhány kilót. A tudatosság a táplálkozásban ugyanolyan fontos, mint a mozgásban. Gyakran szoktuk azt mondani, hogy a nyári forma az gyakorlatilag ősszel kezd el készülni, és akik ide visszatalálnak a konditermekbe, egy kicsit életmódváltásba is kezdenek, hogyan álljuk ennek a lépésnek neki? Igen, ugye szokták mondani, hogy a nyári forma az gyakorlatilag előtte való időszakba készül. Én úgy gondolom, hogy most már neki lehet indulni a következő nyári forma készítésének. Általában az emberek ugye nyárig mindig nagyon készülnek, kockás hals, stb. Ennek tükrében ugye mindent beáldoznak. Illetve ugye azért nyáron sajnos, vagy nem sajnos, ugye az emberek kicsit lazít, kiengedi a gőzt, és plusz kilókat szed föl, illetve egy kicsit elengedi magát, és ugye ez azért a szeptember tájékán már azért meg fog látszódni a testünkön. Én azt gondolom, hogy ha valaki változtatni akar, akkor kell húzni egy vonalat, és onnantól kezdve neki kell állni az életmódváltásnak, illetve ugye a visszarázódásnak. Mind étkezésben, mind testedzésben megvalósulva. Hogyan érdemes megválasztani, hogy mit eszünk, vagy egyáltalán mire figyeljünk? Igen, a táplálkozás ugye sajnos azt mondom, hogy a mai világban még mindig azt látom, hogy az emberek fejében egy nagyon nagy kavarodás jelent. Itt az egésznek a legegyszerűbb alapköve az, hogy az energia bevitelünket kontrolláljuk annak függvényében, hogy mennyi mozgást, illetve mennyi aktív pillanatot töltünk a napunk során. Tehát ez alatt értem azt, hogy aki mondjuk egy fizikai munkát végez, azért annak több energiára van szüksége, viszont aki egy irodai munkát, illetve egy ingerszegényebb munkát végez, annak elegebb, kevesebb energiabevitel is, és mellette, hogyha ezt még sporttal kiegészíti, és súlyzós, illetve ugye aerob edzéssel kombinálva, akkor elég jól tud fejlődni, illetve ugye a definiáltságon tud javítani rengeteget. Ha
Hányszor érdemes érkezünk, illetve mit kell tudni a mennyiségről? Ez az étkezés, ugye, hogy ki hányszor étkezik, hányszor érdemes, ugye ez nagyon sok minden tényező által van befolyásolva. Én úgy gondolom, hogy a minimum egy napi 4 étkezés, ami szerintem gond nélkül tartható, de ha 5, illetve 6 étkezésre bontjuk szét, az se probléma, sőt szerintem minél többször eszünk kisebb mennyiségeket, annál jobb lesz a bioritmusunk, úgymond, és ezáltal ugye stabil vércukrot is tudunk eredményezni, ami által nem leszünk se éhesek, se enerváltak. Táplálkozásnál mire érdemes nagy hangsúlyt fektetni, akár egy diéta, vagy akár így az ősz beköszöntével? Ugye nyáron az emberek elég jól hozzá tudnak férni jó minőségű zöldségekhez, illetve gyümölcsökhez, amivel ugye rengeteg vitamin tudunk bejutatni a szervezetünkbe, illetve ugye a napsugárzás által rengeteg D-vitaminhoz jut a szervezetünk. Én úgy gondolom, hogy ősszel kiemelt fontossággal, illetve télen is kiemelt fontossággal bír az, hogy egy rendes vitamin készítménnyel, illetve készítményekkel támogassuk meg a szervezetünket. Értem ez alatt ugye egy jó minőségű D-vitamin, illetve ugye a tél, illetve ugye a meghűlés megelőzésére C-vitamin használata, illetve az egyéb nyomelemek, ásványanyagoknak a pótlása szükséges mindenképpen. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!